Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, vendégem Vadász Imre, a nagyszerű labdarúgó. Szia, Imi! Szia! Azt nem mondom, hogy ezer éve nem láttalak, mert az elmúlt időszakokból számtalanszor összefutottunk, hála Istennek teszem hozzá. Nos, hát a vendégem Vadász Imre mindenők legjobb videóton együttesének baloldali középpályása, az elnyűlhetetlen. Viszont menjünk vissza egy kicsit az időben. Az emberek nem tudják, de most majd talán megtudják ebből, hogy 42 éve ismerjük egymást. Így van. Tehát én szabadbattyáni voltam, te pedig előszállási srác, azonos korosztály vagyunk, és azt hiszem, hogy Csiszár Huszti bácsinak nagyon sokat köszönhet a videóton általában. Rendkívül szorgalmas voltál, ezt tanúsíthatom. Mindig? Hát, Isten, igazából nekem ez volt az egyik fegyverem, a szorgalmam és a rendkívül tenni akarásom. Ezzel vittem tovább azt, amit szerettem volna, tehát ezáltal tudtam bekerülni a csapatba is. De nagyon, nagyon szorgalmas volt. Tehát ugyanakkor azt nem mond nekem, hogy nem voltál tehetséges, mert a szorgalom tehetség nélkül nem ér semmit. Hát biztos, hogy volt bennem valami tehetség. Csak nekem annyi hátrányom volt, ezt még nagyon jól tudjátok, mert szinte egyszerre kerültünk ide a Videotonhoz, hogy én előtte életemben egyesületben nem futballoztam. Tehát én úgy jöttem ide, aki ösztönből futballozik, és nekem kellett figyelni a ti dolgaitokat, amiket ti már tudtatok. És nekem kellett utána ezeket megtanulnom, hogy hogyan kell csapatban játszani. Mert más volt játszani a réten, és más játszani egy csapatban. És én ezt itt tanultam meg a Videotonnál. Kik voltak azok az edzők, Imi, aki... nek nagyon sokat köszönhetsz. Hát voltak többen is, sajnos az első Borbély Laci bácsi, aki már nincs közöttünk, ő volt az Ibli Miklós iskolában a testnevelő tanár, és ő által kerültem ki a Videotonhoz. Tehát én Székesfehérvárra nem futballozni jöttem, hanem volt egy iskola, az Ibli Miklós szakközépiskola, és ennek a testnevelő tanára hozott ki engem edzésre, és megnézett, és végül is itt is ragadtam. Aztán volt egy éra ugye Szőke Miklóssal, akitől aztán tényleg lehetett sokat tanulni. Igen, hát a Miki bácsi volt egy másik, tényleg mondhatom azt, hogy egy nagyszerű ember aki, és nagyszerű edző, akitől rengeteget is tanultunk, és ő egyengette az útjainkat, nem csak az enyémet, a többiekét is, úgyhogy még nemzetközi elismerésben is volt részünk. Több nemzetközi tornán vettünk részt, amikor még nagyon külföldre magyar csapatok csak ritkán jártak. Igen, és ráadásul tehát eredményes is volt ez a csapat. És ráadásul ebből a csapatból jószerivel mindenki NB1-es labdarúgó lett. Ez elsősorban a pedagógus edzőknek köszönhető persze, de azért ott van, és azt hiszem mindenkiben ott mutaszkálna, hogy aki abszolút komolyan vette, azt egész egyszerűen nem elképzelhetetlen volt, hogy ne játsszon NB1-ben. Ez körülbelül ennek köszönhető. Igen, ennek is, viszont volt egy másik tényező, hogy ahogy mentünk a ranglétrán fölfele, tudtunk haladni, tehát Serlő, IFI 3, IFI 1 és tartalékcsapat, és a tartalékcsapat után jött az első csapat, ami a mai napig is egy óriási utolsó lépcső, de óriási lépcső. És nekünk óriási szerencsénk volt, mivel hogy akkor volt egy úgynevezett generációváltás. A Fejes Gabiék, Kalsai Laciék, és mondhatnék még neveket, Valek Tivi, Szalmási Tomi, ők akkor mondhatni, hogy öregedtek ki. Ez nem a legjobb szó, hogy kiöregedtek, de hát már igazából, hogy 33, 34, 35 évesek voltak, és ekkor már a pályájuk vége fele tartottak, és jöttünk mi az úgynevezett fiatal generáció. Az 59-60-as, igen. Igen, 59-60-asok, 19-20 évesek, és Isten igazából egyből helyet is követeltünk a csapatba. És ne feledjük ki, kellett hozzá egy edző. Ugye a szám mindig elhangzik Verebes Józsi bácsi neve. Azt hiszem, hogy te is nagyon sokat köszönhetsz neki. Ő adta meg először a bizalmat. Ez így igaz. Isten igazából a Lantos Misi bácsi Verebes Józsi bánál játszottam először, de aztán utána már a Verebes Józsi bá lett az edzőm, és akkor őtőle kaptam meg azt a bizalmat, amit a mostaniak
kevesen kapnak meg. Nekem annyit mondott, hogy kapsz 5 mérkőzés bizalmat, ha élsz vele, akkor te fogsz játszani, ha nem élsz vele, akkor marad az idősebb, aki tapasztaltabb, rutinosabb, de ha te jobban játszol, akkor te fogsz játszani. És így is történt. Ezek így nem csak történt. A levegőben mondta ezeket a szavakat, hanem mindig betartotta, amit ígért, ami ritka dolog. Így vagyok. Került be a Diszti Laci, a Horváth Gabi, akkor a Novak Gyuri, én hirtelen most pár embert említettem. Igen, Horváth Gabit is mondtad, igen. Tehát kialakult egy mag, és elkezdtetek együtt játszani, és elindultatok fölfelé, jöttek az eredmények. Ugye 82-ben majd csak nem kiesett a csapat, de 83-ban már dobogón voltatok. Addigra értetek be? Hát még azt mondom, hogy még akkor sem biztos, hogy annyira beértünk, de azért a rutint azt hétről hétre szereztük. Mérkőzés rutint csak mérkőzéssel lehet szerezni. Edzhetsz bármennyit, bármilyen jól, bármilyen fegyelmezetten, de a mérkőzés rutin csak mérkőzéssel lehet megszerezni. És mi azért játszottuk a meccseket, szinte mindegyikünk kezdő lett, és állandó csapattag is maradt, ezáltal mondom, minden mérkőzésen újabb és újabb rutinnal avanzsálottunk. Megismertétek egymást, összekovácsolódtatok, és hát az 80-90 meccset játszottatok együtt. Jószerivel változatlan összeállításban, ez is segített, ugye? Hát ez is szerencse is kellett, mert a sérülések elkerültek bennünket, és mondom, és a másik pedig az, hogy az idősebb játékosok, akik itt voltak a Videótonnál, nagyon pozitívan álltak hozzánk. Valószínű, hogy láthatták azt a tehetséget, küzdeni akarást és egyéb olyan dolgot, amivel bekerültünk a csapatba, és nem akartunk mi más csinálni, hanem azt, amit megkértek tőlünk, és próbáltuk a csapatba kerülésért azt a taktikát, vagy azt a játékot játszani, amiért az edző betett minket. Tehát, és ti megháláltatok a bizalmat. Tehát egy kiváló elegy volt. Volt annak valami előszele, ugye kétszer egymás után a bronzérmes lett a Videóton. 83-84, 84-85. Volt annak előszele, hogy ilyen messzire juttok? Hogy álltatok neki? Mert a Dukla Prága az nyögvenyelős meccs volt. Hát még visszatérve a bajnokikra, hát én úgy érzem, hogy akkor is, hogy amikor harmadikak lettünk, akkor is talán lehetett volna még egy kicsit szerencsénk, de viszont volt, amikor negyedikek lettünk, és a dobogóról lemaradtunk, és akkor az már kudarc volt. És azért ilyen fiatal játékosoknak az most valaki lehet, hogy soha nem szerez negyedik helyet, mert olyan csapatban játszik, de nekünk már egy negyedik hely már kudarcnak tűnt. És ahogy elkezdődött ez a kupasorozat, akkor szerintem senki még álmában se gondolta, hogy majd mit tudom, megyünk 2 vagy 3 fordulót. Persze, hogy szerettünk volna, azért indultunk ebben a sorozatban, mert ez jutott osztályrészül, de próbáltunk minél többet tenni, és hát az első mérkőzésen akár ki is esettünk volna, és akkor nincsen sztori. Két olyan mérkőzés volt, ahol rezgett a léc. Beszéljünk a Zseljó meccsről, hiszen az fantasztikus gólt lőttél. Hát igen. Azt nem fogjuk elfelejteni. Igen, ez is azok a mérkőzések közé tartozik számomra, de szerintem lehet, hogy egy-két számára is, ami általam, vagy legalábbis nekem egy kedves és nagyon fontos volt, mérkőzés volt. Hát igen, azt mondom, hogy olyan gólt rúgtam, ami talán életem egyik legszebb gólja volt, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a mai napig még jönnek és emlékeznek és megállítanak, hogy emlékszem a gólodra is, és ez egy nagyon jó érzéssel tölt el, hogy... Mi ne viccelj, csak 30 éve volt, hát az igen, kell, igen. Hogy és én soha nem gondoltam volna, hogy 30 éve később még mindig ilyenről fogunk beszélni. Természetesen nekünk ez nagyon jól esik, hogy ilyenről beszélünk, és bár most arról beszélnénk, hogy most a Vidi éppen tovább jutott az Európa Ligába, vagy akár még a BL főtáblára ment volna, szerintem minket akkor is megbecsülnének, de jobb lett volna most arról beszélni, hogy most éppen a BL-be kezdődik a következő. Rajtunk nem múlik, azt tudod. Ez így igaz, hogy rajtunk ez nem múlik, de hát ilyen az élet. Mi volt az a plusz, amit ti tudtatok adni hétről hétre, és mennyit számított a közönség? Ugye elszomorító látni, tetszik, nem tetszik, igen, hogy az akkori viszonyokhoz mérten 10-20, aztán 30 ezer ember zsúfolódott össze. Nézegettem az akkori felvételeket, kiürült a város, akinek jutott 2-1 négyzetméter hely, az már 3 órája ott állt, végignézte a meccset, és utána még ünnepelt, egy napig tartott
körülbelül az ünneplés, hála Istennek volt mit. Ez inspirált benneteket? Természetesen. Azzal nem hiszem, hogy elárok nagy titkot, hogy azt mondom, hogy a közönség az a 12. ember volt a csapatban, és mint mi csapat csináltunk egy nagyon jó közös munkát, aminek Isten igazából meglett a gyümölcse, mert mint csapat funkcionáltunk nagyon jól, amellett, hogy voltak egyéniségek is a csapatban, de mi csapatként működtünk jól. És mondom, hát a közönség, az nem is tudok olyan jelzőket mondani, tényleg annyira jó volt hallani, és most is még borsozik a hátam, amikor meglátom azt a rengeteg embert, és hogy ők ott voltak, és hogy mind nekünk szurkoltak. És azt sajnálom, hogy a mostani videótonban per pillanat most nem tudják úgy meghódítani a közönséget, hogy kijön egy 4-5 ezer ember. Nem is tudom, hogy el tudják képzelni valaki, hogy itt 30 ezer ember volt ebben a stadionban. A kicsi stadionban tegyük hozzá. Igen, még a régi stadionban, és még a végén még ponton tribünt is kellett csinálni pontonból, mert kicsinek bizonyult. Mit köszönhettek Kovács Feri bácsinak? Hát Feri bácsi egy keménykezű, egy következetes és szigorú ember volt. Én úgy érzem, hogy a csapat is nagyon sokat köszönhet neki, és mi is tettünk azért, hogy a Feri bácsi is még jobban feljebb éveljen a karrierje. Egy biztos volt, hogy a Feri bácsinál ott nem volt pardon. Tehát ott nem lehetett mellé beszélni. Tehát ha valaki elkésett, akkor ő azt mondta, hogy nem érdekel, hogy miért késtél el, mert nem kell megmagyarázni, úgy kell elindulni edzésre, hogy odaérje pontosan. Hogyha reggel kell elindulni, akkor reggel kell elindulni. Tehát őnek ilyen dolgokat nem lehetett megmagyarázni, hogy most beteg volt a gyerek, vagy mit tudom én. Szóval bármi nem, hogy valamilyen mellébeszélés, ő nem fogadta el. Ott tények voltak, és ezt mindenki be is tartotta, mert tudta, hogy a Feri bácsival nem lehet packázni. Ugye a Zseljó meccsről beszéltünk a röviden is, de hát a Manchester előzte meg, mert akkor nincs egyik sem. Örülsz az utolsó 11-esnek, azt én nagyon is jól tudom, mi is örülünk, de ahhoz ugye az kellett, hogy Otto szegény igen. Kihagyja. Igen, így lettél örök időkre, beloptad magad minden így szívére. Igaz, és ez tényleg kellett az Ottónak a úgynevezett hibája, akkor a Petinek az, hogy megfogja a 11-est, mert ha nem fogja meg is, akkor lehet, hogy minden másként alakul, és teljesen más volt úgy rúgni a 11-est, hogy ha berúgom, akkor tovább jutunk. Tehát nekem nem volt akkor felelősség a vállamon, ami nem jelenti azt, hogy azért nem volt felelősség, mert volt felelősség, de úgy, ha úgy kellett volna rúgnom, hogy ha nem rúgom be, akkor már kiesünk, akkor megint egy más szögből kellett volna figyelni. De mi játszódott le benned? Mit gondoltál, csukd be a szemed egy kicsit, és gondold, hát mit gondoltál, amikor mentél a labda felé? Igen, ennek is megvan a története. Isten igazából hétfőn rúgtunk 11-eseket. A Peti háromból kettőt megfogott, tehát mondjuk a Peti azt tudta, hogy mi általában hova rúgjuk a büntetőket, és az én önbizalmat, mondhatom azt, egy kicsit megtépázta, de ezzel nem foglalkoztunk különösebben. De viszont szerdán, amikor ott volt a 11-es rúgás, nem mondom, hogy olyan nagy lelkesedésre mentem oda, hogy mondom, hogy az Otto, hogy kihagyta, és akkor nem volt következő. Volt, aki elfordult, volt, aki oda is jött, és a Borsányi Pista volt az, aki fogta, hogy Vadi, menj oda, és már lökött is arra. Tehát még arra sem volt időm, hogy ne, hagyjál. Nem, már lökött is oda, és akkor én elindultam. És akkor, amikor elindultam, akkor egy ilyen gondolatsort játszottam le, hogy eldöntöttem, hogy hova fogom rúgni, és megpróbáltam minél erősebben, és jól eltalálni a labdát. Tehát hiába vetődött. Igen, a kapus jól felement egyébként, de jó erővel volt megrúgva a labda, tehát nem akartam itt helyezgetni, mert abba inkább benne van a hiba. Aztán azt láttam én, hogy töprengsz egy kicsit, majd, hogy most merre fuss ki a világból. De aztán kitaláltad, mert remek kicseleztel az embereket, de csak letepeltek. Mit éreztél akkor? Hát akkor lejátszottunk 120 percet, és utána jöttek a 11-esek. Tehát nem mondom, hogy nem fáradtunk-e, egy igen mély talaj volt. Akkor, amikor berúgtam, akkor
megálltam, és elkezdtem gondolkodni most, hogy oda menjek a Petihez, mivel megfogta a büntetőt, és hát ő ezzel sokat segített azért, hogy esetlegesen én kiharcoljuk a továbbjutást, és gondoltam egyet, mondom, most kifutok a világból. És úgy akkor elindultam, szegény Petit kicseleztem, és akkor, ha nincs a stadion, én biztos elfutottam volna az Ikarusz pályáig is akár. Mi, azt ugye tudjuk, hogy mi általában milyen. Milyen volt az az este? És a következő néhány nap? A mérkőzés utáni este? Igen. A mérkőzés utáni este érdekes módon vége lett a mérkőzésnek, ahogy szoktunk, beszélgettünk, és utána bementünk a Fő utcára. És olyan természetesenek tűnt számomra, bementünk a Fő utcára, és nem is tudom, azt mondom, a Velencébe. És ott jöttek velünk szembe, és köszöntek, és jó, most nyertünk. Tehát nem is foghatta fel az ember, hogy Isten igazából, hogy azért nem akármilyen csapatot vertünk mi ki, még hogyha mondhatom azt, hogy szerencsével is, de hát a szerencséért tenni kellett. És mondom, ott úgy mentünk, hogy mintha most megvertik volna a Diósgyőrt például. Igen, hiszen 210 perc egy gólt kapni a Manchestertől, bárcsak lenne olyan csapat, amely erre képes lenne mostanság. Reál meccs. És azért kérdezem az idegenbelit, mert egyrészt ott megvolt a győzelem, és ezerszer megbeszéltük már, hogy a hazai mérkőzésen egy ilyen összeállításban soha nem játszott az együttes, sem előtte, se azután, viszont Madridban győzni az valami. Hát Isten igazából a Real Madrid mérkőzésre már úgy mentünk ki, hogy tényleg az esélyünket eljátszottuk. Tehát én azt mondom, még egy Real Madrid is, hogyha négy meghatározó játékosát elveszíti, nem azt mondom, hogy ők gyengék lettek volna, de azért ők se lettek volna olyan erősek, mint ahogy nálunk is azért hiányoztak emberek, de pótoltuk őket, és nem vallottak szégyent azok a játékosok, gondolok itt a Borsányi Pistára, Vaszély Gyulára, mert mindegyik önmagához képest megtette azt, amit lehetett, és szerintem ennyi volt ebben a csapatban, de visszatérve a kinti mérkőzése, azért én azt kívánom mindenkinek, hogy egyszer érje meg azt, hogy azért 100 000 ember előtt kint vagy, és körbenézel, és te úristen, hogy én még ennyi embert életemben nem láttam. És úgy feldobta a csapatot, hogy mondom, most megpróbáljuk a legjobbat játszani, aztán, hogy most mi sül ki belőle, hogy kikapunk, szerintem akkor se lett volna tragédia, de az, hogy így még a győzelem is sikerült, az, hogy azt hallottam, hogy 16 éve otthon nem kapta ki a Real pályán. Tehát ez így is volt. Így is volt. Mennyire befolyásolta a pályafutásodat ezzel az UEFA siker? Hát, nagyobb lett az ázsiód? Illetve, tehát elfogadottá váltál, előtte is elfogadott voltál, de az egész magyar futballra értve? Isten igazából, megmondom őszintén, én pont abban a korszakban játszottam, amikor volt egy masszív, stabil válogatott. Tehát oda a válogatottba bekerülni nagyon nem lehetett. Csak azt mondom, hogy egy Détári Lajos játszott az én pozíciómban. Tehát aki már igaz, hogy fiatalabb volt, de ő már akkor is egy nagyon jó játékos volt, és ez bizonyította is világbajnokságon, kupákban, a Honvéddal kupameccseket ők is játszottak. És annyi volt, hogy szerettem volna azért válogatott lenni, ami majdnem meg is adatott, hiszen 87-ben Skóciába, Glasgow-ba a Galambi Józsi bácsinál 45 percet melegítettem, csak annyi hiba történt, hogy elfelejtett becserélni. Úgyhogy megcsinálta az egyik cseréjét, a becserét a Lovász, aki még akkor pécsi volt, és utána még talán volt még egy csere, és utána jöttem volna én, csak addigra lefújták a mérkőzést, és 45 perc melegítéssel majdnem válogatott lettem. Viszont olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott azért voltál. Igen, azzal megtiszteltek, hogy a teljesítmény alapján behívtak az utánpótlás válogatottba és az olimpiai válogatottban is, sőt még egyszer még a Csank mester is barátkozott a gondolattal, hogy behív a válogatott keretbe, aztán nem lett belőle semmi, pedig akkor már 30 éves voltam, de viszont 30 éves koromban még úgy éreztem, hogy iszonyatos jó erőben vagyok, és a rutinom meg akkor már egyre tényleg, nagyobb lett. Tényleg voltál. Az egyik legtöbbet futó játékos voltál. Szerintem ez talán adottságkérdése, meg azért tettem is érte sokat, mert én olyan típusú játékos voltam, én akkor tudtam jól játszani, ha tudom, hogy jó erőben vagyok.
Tehát ez azt jelentette, hogy én edzésen próbáltam maximalista lenni, és ráadásul olyan csapattársam volt, vagy edzőtársam volt a VégTV személyében, aki szintén ugyanezekkel az adottságokkal rendelkezett, és mi szó szerint gyűrtük egymást edzéseken. Tehát nekünk az még külön presztízs volt, hogy a másikat minél többször legyőzzed az egy elleni párharcokban, vagy pedig akármilyen játékban. Tehát nálunk ez presztízs csata volt. Tehát megpróbáltuk mindig túljárni a csapattársam agyán, vagy fején, és hát ebből adott az, hogy folyamatosan koncentráltunk, és ebből lett akár jobb játék, gyorsabb játék, mert nem hagytuk azt, hogy ellaposodjon, és akkor majd szépen lassan, majd vége az edzésnek, és akkor utána fürdünk egyet, azt megyünk haza. Mi vitt el innét Zalaegerszegre és az MTK-hoz? Ez egy érdekes szituáció volt. Pont aznap egyeztem meg szóban megegyeztem az akkori vezetőkkel, hogy ajánlottak két évet, és jó, mondom, Isten igazából semmi akadálya, nem volt megkeresésem. Erre aznap este a Koszta Jani a kaputelefonon csengett, mivel akkor még se vonalas telefon, mobiltelefonokról nem is beszélve nem volt. És mondta Jani, hogy az Zalaegerszeg szeretne velem beszélni. Mondtam, semmi probléma, végülis szóban megegyeztem, nagyon nagy hibát nem követek el, hogyha beszélek velük, aztán azt majd meglátjuk, hogy mit mondanak. És akkor ajánlottak egy összeget, ami nagyobb volt a videótonénál, és elkezdtem játszani a gondolattal, hogy mondom, hogy csak egy kicsit elhúzom a mézes madzagot a vezetők óra előtt. Hát ebből aztán az sült el, hogy Isten igazából úgy megharagudtak rám, hogy én őket átvertem. Mert ha azt mondom, hogy ha már aláírtam volna a szerződést, és utána akarok elmenni, és akkor megcsinálom a tüzet. De itt csak annyi volt, mondom, hát hogyha esetleg egy picit még lehetett volna alocsolni az összegen. De ebből egy óriási sértődés lett, és akkor én úgy mentem el innen, mint aki teljesen felégetett maga után minden. Viszont jó időszak volt a pályafutásodban Zalaegerszeg. Isten igazából, én annak ellenére, hogy itt nekem mindig is a videóton volt az első számú, de nagyon szerettem ott lenni, jó, a csapattársak nagyon jók voltak. Az más kérdés, hogy a csapat akkor már, pont akkor gyengült meg a csapat, mert egy harmadik helyezett Zalaegerszeghez mentem oda, tehát még volt kihívás is, amire azt mondom, hogy ez egy nagyon jó csapat volt. Csak közben, mikor én aláírtam, eladták a Péter Zolit Viennához, eladták a Pecsis Tibit, Nagy Tamást Győrbe, és még egy játékos, aki nem most nem elmiszem, de megint ott tartunk, hogy négy meghatározó játékos elment abból a zalaegerszegi harmadik helyezett csapatból, és ez jelentősen befolyásolta a további csapatmunkánkat. Ennek ellenére jó csapat volt, tehát ütős együttes volt akkor az Zalaegerszeg. Igen, jó csapat volt, de aztán mondom, nem tudtunk olyan jól kezdeni, mikor miután eligazoltam Fehérvárról, és volt egy 4-0-ás debreceni vereség, és egy szombathelyi otthoni vereség, 0-5-ös gólarányjal tök utolsók voltunk, akkor mondtam magamnak, na, Vadikám, jól eligazoltál. És utána három mérkőzés, három győzelem, feljöttünk az ötödik helyre, és meghívott a Garami Józsi bácsi a válogatottba, Skóciába, Glasgow-ba. Úgyhogy ilyen volt egy tök utolsók, 0-5-ös, meg utána egy majdnem válogatottság. Tehát ilyen hullámzó teljesítmény volt. MTK. Azért ott viszont összejött a dobogó, a második hely. És ráadásul egy jó csapatban voltál alapember. Így van. Hát az MTK az egy kényszer megoldás volt. Annak én nagyon örültem, hogy ez a kényszer megoldás megszületett. Mi vagy az Zalaegerszeg vezetők azt ígérték nekem, hogy ezt az összeget, ezt per évre kapom. Nem volt nagy, de az akkori viszonyokhoz képest jó volt. És utána a vezetők mondják, hogy hát ez az összeg, ez két évre szól. De mondom, hát nézzük már meg a szerződést, hát csak el kell olvasni, hogy per év. Ez önmagáért beszél. És akkor azt mondták a vezetők, hogy mi vagy, nekem magasabb a pénzem, mint az ottani játékosoké, az alai játékosoké. A fél évre kifizetnek, de ha találok csapatot, akkor abban a pillanatban elmehetek. Tehát amint ezt egy újságcikkben leírták rólam, este már telefonált is az MTK Verebes Józsi bácsiék, és aztán másnap már mentem is. Tehát én fél szezonban váltottam, és Isten igazából nem bántam meg, mert nagyon jó csapatba kerültem. Játszottam olyan játékosokkal, hogy Lőrinc Emil, a Hanik Peti,
vagy mondhatnám Zsibarás Gab, aki hogy hívják, szobatársam volt. Tehát tényleg nagyon jó kis csapatunk volt. És ráadásul ezüstérmesek lettünk. De azt hozzá kell tegyem, hogy ott két mérkőzést játszottunk, a másfél év alatt két mérkőzésen két bajnokságot veszítettünk el. Az első évben, ha nyerünk, akkor bajnokok vagyunk, a Honvédnál kellett volna nyernünk, bajnokok vagyunk. Amennyiben, ha nem nyerünk, akkor negyedikek is lehetünk. Egy szerencsénk volt, hogy kikaptunk 2-0-ra Honvédtól, és a videóta megtette azt nekünk, hogy x-eltek Siófokkal, és így lettünk harmadikak. A következő évben másodikak lettünk, de 1-5 góllal maradtunk le tehát a bajnokságról. Ott meg olyan szituáció volt, hogy nehéz azt most így visszanézni, de annyi volt a lényeg, hogy az utolsó három fordulót már egy időpontban kellett volna lejátszani. De ez nem így történt, mi vagy a Pécs közép-európai kupát játszott, és nekünk keddel le kellett játszani a mérkőzésünket. Mi megnyertük 1-0-ra, 6 pont és plusz 6-os gól arányunk, elsők voltunk. Hétvégén ment az Újpest Békéscsabára, aki Békéscsaba tavasszal veretlen volt, és a 18. perc már 1-3 volt az Újpestnek. Tehát a 6 pontból lejött 3 pont, és a gól arányból is lejött, hogy hívek, lejött 3. Tehát 3 pont és plusz 3-as gól arányunk van. És végül is megnyerte, mondom, az Újpest ezt a mérkőzést, és akkor utolsó fordulóban mi játszottunk a Váccal, a Vác, ha megver bennünket, akkor ők elkerülnek az egyenes kiesésből. Tehát egy abszolút éles meccset kellett játszani. A Honvéd, hogyha az Újpest megveri a Honvédot, akkor Honvéd osztályzóra kerül. Tehát a Honvédnek mindenképpen kellett volna pont, hogy elvegyen Újpesttől pontot vagy pontokat. Ezáltal az lett, hogy az Újpest 2-0-ra nyert, tehát elment a 3 pont is, meg a 2-0-ra nyert, nálunk meg a 2-1-es vereség, az elment a 3 gól is. Tehát 1-5 góllal az újpestiek lettek a bajnokok, és hát akkor sem lettem bajnok. Ma is. Ime, azt kevesen tudják, és ez az rövid, de beszéljünk róla, hogy ugye a Vakler Dávid, tehát az én fiam, Vadász Viktor, Horváth Gabi, Gabika, és a Mól Dávid is egy óviba jártak. Igen. Háromból nagyszerű futballista lett, és most néztem ugye, hogy a Viktor azt hiszem, hogy Békéscsabára fog menni. Igen. Összességében elégedett vagy a Viktor pályafutásával? Segítetted őt? Hát talán lehet, hogy az is a bajom, hogy nem eléggé segítettem. Próbáltam neki azt elmagyarázni, hogy próbálj a saját tudaton járni. Tehát ne az legyen, hogy én döntsek el olyan dolgokat, amiben neki kellene dönteni. Én azt büszkén állíthatom, hogy nem mentem oda egyetlen egy edzőhöz sem, hogy figyelj, itt van a fiam, és akkor hadd játszom, vagy próbáld meg erőtesd a játékát, vagy stb. Amit a Viktor elért, azt csak magának köszönheti, viszont kimondottan egy balszerencsés típusú játékos. Egy az, hogy az apja nyomdokain ment, és ez rengeteg olyan kritikát kapott, pedig ő egy jobblábas játékos, én meg egy ballábas voltam, és mégis mindig összehasonlítják, ő vélőt játszott, én középpályás voltam, és mégis mindig összehasonlítják velem, és ez a Viktort az mindig olyan kicsit úgy lehangolónak találja, hogy pedig én akkor is egy jó játékosnak tartom, és voltak jó szezonja is. Most per pillanat, most itt egy másik szituáció állt fent. Így gondolom én is. Egy rövid választ kérek. Összességében elégedett vagy a pályafutásoddal? Mondjuk a válogatottság kimaradt és nem született meg a várva várt bajnoki cím. De azért... Hát én azt mondhatom, hogy közel 400 mérkőzést játszottam NB1-be, nemzetközi porondon is játszottam elég sok mérkőzést, 20 UEFA kupa mérkőzésem van, meg plusz még intertotok egyebek, tehát nemzetközi mérkőzéseim is vannak, úgyhogy én abszolút, ha valaki nekem azt mondta volna, hogy valaha NB1-es játékos leszek, azt nem hittem volna el neki, aztán egyszer csak belecsöppentem, és most meg erről beszélünk, hogy mi történt. Én még köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Minden jót neked. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Vadász Imre volt, a Videóton egykori nagyszerű labdarúgója. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!